már itt ülünk a ilyen pupos taxiba, rongyolunk be a RTL-be. Meghívtak, anyukám, a Páp úr, Páp Gergely meghívott minket, hogy valamit ott kell vakerálni, most néztem. Gyorsan belenéztem az adásba, de annyi izgalom várott minket, hogy te megőrülsz, megvadulsz. Ám egy, hogy az esküvő, hát az esküvő, amire nem hívtak el. Hát de azért lemondtam, hát elegánszon, nagyon sajnálkoztunk ugye tegnap, hogy hát nem tudtunk ott lenni. El tudod gondolni, hogy a Maroon 5-től kezdve a Jellylőig mindegyik, hogy van olyan, hogy ilyen meglepetés vendégként úgy odarongyolt, tudod? Hát mink is úgy akartunk oda menni, Szanyikával meglepetés vendégként. Hát az úgy takába raktak, érted? Hát ott a virágkoszorú alatt ott bujkáltunk volna, gondolhatod, aztán semmi. Pedig a tűzhoz közel kell lenned, Sanyika, hát most meg akarom csinálni, érted, az ízét a vállalatot. Na, aztán elkaptam egy másik ízét, várj, majd mindjárt mondom a vállalat, olyan ötletem volt, hogy elájulsz. De most elkaptam egy másik ízét, a vendéget a műsorba, az meg a kollagénről beszélt, nem tudom, hogy dr. Pupos gyógyász, mi az bőrgyógyász, és mondta, hogy a kollagén az jobbra, balra, eszed, iszod. Kérdezték tőle, ki ürül a szervezetből? Mondom, miért ürül neki, anyukám, még éjjelsz, hát addig nem ürül, azt ki, nyugodjál meg, óriási. Tehát tényleg, hát hallod, na ennek volt egy izé, hallod, ezt meg kell nézned, Pintér Bélának, anyám kicsi, mi az? Jaj, mindjárt eszembe jutott. Anyám szeme fénye eszembe jutott, figyelj, hát azt imádni fogod. Na, mondjuk el, már puposítom be. Hallod, azt imádni fogod, azt a darabot, ez pont a kereskedelmi tévére, amikor beindul a lajháral a fején, meg amit akarsz, papagájjal akarjon. Szervusz, hogy jöttetek hozzánk? Na, most mi így megyünk. Szervusz, Szanyika, hogy jöttetek hozzánk? Erterreggel, várj, mindjárt üsszentek egyet ide. Most, bocsánat, elnézést, csuldigánk van. Szóval most oda rongyolunk RTL reggeli Pap Gergő óriási ízé puposításba, de most rájöttem, hogy mit akarok, amit akartam neked mondani, hát tegnap, hogy melyik vállalatot cipem meg. Hát a Cilla Airways-t meg akarom csinálni, és úgy gondoltam, hogy most a kastély mellé, hogyha minden jól alakul, akarok egy szállodaláncot, és legyen, nem tudom, Spanyolországba, érted, Marbella. Welcome on the board at Cilla Airways. The destination is Marbella. You can go to the hotel at the Torres de Cillas Hotel Resort Lanz. Oda most arra számítsa, Hotel Resort Lanz lesz anyukám. Mert még abban a szállodaiparban valahogy bele kell kerülnöm, érted? Most azon gondolkodtam, te, hogy a racsiék milyen nevet vennének föl, de aztán... Kitaláltam már, hogy akkor a Marbellai Hotel az legyen Cillatos, Resort Cillatos, Lópezos, Del Santos, Cillatos Anikatos Hotel Resort, Cillag, aki Corporation by Urbanos Lópezos, Rahelos, Istvanos, Istvanos, Del Santos, Santiago's Hotel Resorts, ZRT akarom, úgyhogy mindenki ne hülyeskedjél már, és akkor az lesz az első, aztán megnézzük, hogy ott még mit lehet csinálni, értelmelen spanyoloknál, szóval be kell puposítani a biznisz, de a Cillatos, Lópezos, Santos, ZRT-os, Lópezos, Resortos, Quest. Úgyhogy így tervezünk, így készüljét te is, érted, a Cillatos, Resortos, a Nikatos, Hotelos, az most meg lesz alapítva. Most gyorsan elrohanok, hogy ebben most a portugálon megtanultam, ugye, várjál, hogy számolja, igen, franciához az oké, portugálhoz az oké, és akkor most akkor megyek a Cervantes intézetbe, meg googlizok rá, megtanulom a spanyol gyorsan, hogy már úgy érkezzek, hogy olá-olá, érted, hogy már olyan helyi legyek. Csak nem tudom, hogy most, érted, hogy most maradjak Barcelonában, meg úziskodás van, érted, hogyha most ott a Szigesznél elhülyéskedek, hát akkor most, érted, akkor most, hát, hogy menjek le Marbellába, hideg ott a tenger, te, tudod, ott már jön be ott a Gibraltár miatt, a csicskatlan.
neki óceán. De most a Marvel, hát de most ott jó sok az orosz, tudod? Tehát ott egy kibjeze volt, tehát lehet, hogy előkapom az orosz tudást, de hát azért elragodjál már a titi. Úgyhogy akkor fel a portugés után a hable a spanyol lesz, csíte. Hát meg kell tanulni, szépen beszéljél már, azért. Oda mindig lehet menni anyukán. Horthy Miki bácsi is rongyolt Portugáliában, amikor forró lett a láb alatt a talaj. Hát miért nem mennék? Hát akkor mit gondoltál? Érted? Hát most lemegyünk, spanyol. És akkor mondsz a hable, érted? De te a kezed. Szóval tanuljál meg spanyol anyukán, mert nagyon nagy gondba lesz nekem. A spanyol kutyákkal mit fogod te művelni? Na, ülünk a dugóba, te, hát ezt nem hiszed el, új zébe, hát sose érünk, síránk rúlnak az RTL-be, jó pufa, ezt legalább csipálom azt a csatornán, hogy halál el vagyok, tudod, az olyan kis izé, puposz egy közeg. Na úgyhogy képzeld el, ezek a tervek, így készüljék, követő rajongó, millió ügy van, ez ma még mi minden lesz, te? Követő rajongó, én már itt vagyok a stúdióban, de kicsit beszételtem a képet. Szanyika az ugyanolyan be is szételt. Én már ott voltam benne, így épp ezt mondja, te benne menni meg egy adászlomra, jó pufa vagy, hát olyan megülőzve. Fölrakták a mikropoltot, ki kell át, szűjjenyőke. Mindjárt megkérdezik tőlem, hogy merre van az előre, és nem tudom a választ. Teljes idegben vagyok, teljes idegben. Akadémiai beszélgetés. Várjál, már akadémiai beszélgetések vannak, én ott vagyok az adászba, ez lennék én. Ott teljesen megalakulnak, teljes akadémiai beszélgetés van, de engemet a bárányok mellé, két birka mellé fognak leültetni, természetesen el tudod képzelni. Már várjál, már birkába, öreg cilát ide lökik a fénybe. Bóbasz. Követő rajongó Arany Andréka. Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek, volt. Megvártam, még a művész úr elmondja, amit akar, hogy fényképet és szelfit csinálhassak vele, mert őrület rajongó vagyok, és Sanyinak is, a két kóborról egyébként. Ma beszélgettünk a kollagénról, ma beszélgettünk a bántalmazástól, a könyvről. Igen. De annyi minden volt, hogy megőrülsz, megőrülsz. Hol lehet a Sanyika? Nem tudom. Vagy nem is mindjárt, én bepuszantom a katta mellett. Sziasztok! Jézusom, hallod ezt el? Hát vészhelyzet van. Még jó, hogy meghosszabbították ezt a vészhelyzeti kormányt. Hát mondom, vagy igaz, hát vészhelyzet van, nem látod tesztet? Hát olyan vészhelyzetben vagyunk, hogy nem igaz. Hát most a vége lesz ennek a vadászati kiállításnak, anyukám, olyan takába raklak tégedet, hogy otthon maradol az anyád úr isteni. Ha nem is, akkor is januári vészhelyzetben vagy te. Vagyunk drága lány követő rajongó, olyan vészhelyzetet csinálok én neked, te, hogy te megőrülsz, a rendeletbe teszlek tégedet. Mit akarok mondani, rendelet? Na, édesem, kézzed, de olyan jól megcsinálták ezt a oltást dolgot nekem, hogy nincs egy haverom, akivel el tudnék ugrani Bécsbe, érted, hogy a shopping szit, na vég a vészhelyzetnek. Aztán nem januárig ez itt fog szipolni. Várjál már, követő rajongó, pakolom el itt a dolgokat, halálidegbe vagyok. De kézzed, de mondom, kirongyolok, csak kizébe vagyok, tudod, rezsicsökkentésbe. Itt a dosszéval, szerintem mi borulsz jobbról, balra, balról, jobbra. Tehát kézzel ezt el, te, ki akarok, mert nem mondom, kirongyolok Bécsbe, itt a kis barátnőmmel, hogy hívják azt a izi Pandorba, valami, venni valamit, érted, azért halálra kell el, a Shopping City szülő, a Császárvárosban mennem. Azért a 8-ból 2-7 barátnőm, azt mondja, a NATO-csottságban vagyunk a cukros vízzel, hogy nem engednek be Ausztriába, csak a izével. Az agyadig dugott tesztelt a pici árral. Na mondom, jó pofa vagy, Istenek áll, mindenki úgy át van ott van a cukros vízzel, érted, hogy te megőrülsz, megvadulsz, csak nyugodtan nem mert, tudod, hova mehetünk? Hát Guangzhou-ba mehettek egy jó hétvégére, köz, meg Jekatyerinburgba is elmehettek a Sputnikkal, mert hogy Bécsbe te nem, mert ott te labdában nem rugó, csak rúgtál. A nagy nyugatnak takarnyukam, rugdoszlak át az Urálon, aztán csinálja, amit akarod, jó pofa vagy. Cukros vizedet megkaptad, takába vagy. Átöltöttem az egész országot. Nagy átöltöttem az egész országot, mindent. Te azt tudjad, úgy át vagy te lökve a palánkon, édeszem, hogy hallom, ahogy puffansz. Paf! Pif, megérkezett. És nem veszed észre. Ugye azt hiszed, hogy nem vagy átlökve. Hát szépen takába vagy rakva. Te
A nagy Sputnik anyukám, Bécik, te már nem jutol. Ott már elkérik tőled, hogy akkor haben sie eine European. Ja, és akkor most ezt megfejelik, mert most a harmadik, átoltál a harmadik kademán, ott nem Sputnikolok, ott már jó, bekapod a ízét, az EU-szoltást. És akkor talán befogad a kiszofádat, mert nagyon sok a gond veled. Ennyit az egészre, úgyhogy Bécsbe nem megyünk, vagyis mehetek anyukám, egyedül meghagyja ízé, PCR-os barátnőkkel. Aztán szájé. Na követően, de ennyit a kész átverés szóról, amiben vagyunk folyamatosan teljes idegben. Nem hisz ez a lényeg, engedjük ki szellanyukám, hogy az ótással csak Guangzhouba mehetsz egy hosszú étvégére, érted, hogyha úgy készülném, most jön az október 23-a, ugye, akkor tényleg meg be tudod magadat lökni, érted, egy jó Guangzhou pekingi hosszú étvégére, mert oda bemehettel a ótásoddal, egyébként meg PCR-ba vagyol, szájéba, meg Jekatyerinburgba is el tudod rongyolni, bármi van, nem ez a lényeg, hanem a mai napon, 1213, figyelj, de tudod, miért mondom én ezeket? Mert a legfontosabb, nem hiszed el, de nem hiszed el, de a történelem a legfontosabb, hogy ne ismételje meg önmagát. Nyugi, megismétli, főleg nálunk, óriási, a legnagyobb betisztelve ismételgeti önmagát a történelem. Mindenről elős. Azért nyomom ezt követőnek, rajongónak, anyukám ezt a nagy történelem órát, mert egyrészt halál érdekes, másrészt mindig tudom belőle valamit tanulni. Idegbe tudom lenni, érted? Tehát mi történik 1213-ban, a mai napon, szeptember 28-án, és gondolom abban vagy, mit tudom én, az égvilágon semmi. De történt. Méghozzá az történt, kérlek szeretett és a legnagyobb tisztelettel, hogy a mai napon az összeesküvők megölik Gertrúdot, gondolom abban vagy, mit tudom én, az égvilágon semmi. De történt. Méghozzá az történt, kérlek szeretett és a legnagyobb tisztelettel, hogy a mai napon az összeesküvők megölik Gertrúdot, Gertrúdot, érted? Második András feleségét, a királynét, és ugye, na engem meg ki is csináltak a érettségi, mert az a érted, még beállt patkánykodni az akkori magyar tanárom, érted? Ahelyett, hogy főkosztolt volna, meg beszegített volna, és akkor azt mondta, meg tudná ezt kedves mondani, hogy akkor hogy halt meg a műben, és hogy halt meg a mi az a színdarabban? Nem mondom, hát az egyikben nem tudom, megfojtották, a másikben leszúrták. Aha, de melyikben folytották meg, és melyik? Na ezt összekevertem. Nem tudok, mint a Vágó István így nézett rá. Most mit csináljak magával, Csaba? Gondoltam magamban, azt, hogy engedjél el, jó? Azt, ha hagytak ázzak innen el, biztosan nézek. Piff, anyuka, na ez volt. Aztán, ami még nagyon fontos esemény, hogy a mai napon, 1787-ben, szeptember 28-án megszületik az Egyesült Államok alkotmánya. Ez is egy fontos dolog. Anyukám, milyenek történtek, érted, hogy az amerikai alkotmány, meg a nem tudom én micsoda, meg a Gertrúd halála, jó pofa vagy, de egyébként 1573-ban a mai napon születik Caravaggio, ugye a pupos festőművész, ugye, aki állítólag ilyen stúbba volt Báthori Erzsébettel, azt hagyjuk. És mivel, ja, hát mondjuk ez nekünk magyaroknak nem annyira nagyon pupos esemény, de Georges Clemenceau 1841-ben mai napon született, Cammem, aztán idegben is voltunk ugye az első világháború miatt, Clemenceau miatt, Cammem, de hát kész. Szóval ennyi, tudjál, most rongyolok, millió az ügy, ebéd, de, ne, nem tartozik minden rád. De betisztelek, bebecsülek, cipálok minden követőt, rajongolok. Ah, meggyullam, meg jó, hogy van klíma, te. Te, jövök át a városon, most átrongyoltam az Erzsébet hídon, te is ez az egész, ez a Clotilde, meg Matilde paloda, meg ez a Párizsi udva. Szóval a világ legszebb városába lakol, tudjál róla. Mondjuk, ja, és így megyek Debrecenbe. Figyelj ide, csütörtökön Debrecenbe, mint a gyors vonat, Debrecenbe kéne menni, pulykakakast kéne venni, vigyázz kocsis lyukas, akas, elrepül a pulykakakast. Remélem, hogy lesz ott pulykakakast. Bubelóval érkezünk. Taka!